Jó napot kívánok! Ez a Városmajor 48 alapítvány beszélgetés sorozata. Károlyi Csaba vagyok a szobámból, vendégünk pedig most Viski András a szobájából Kolozsvárról. Szia András! Szia, szia, Csaba! A szobádban vagy tényleg? Ez tulajdonképpen nem az én szobám. Az én szobámban tegnap cserélték ki az ablakokat, Ó. és átjöttem a fiam egykori szobájába, amit mi piros szobának nevezünk, mert egy része pirosra van festve, és ez a színházi könyvek gyűjteményének a szobája, ami persze nem látszik, mert én a hátteret azt egy kicsit elhomályosítom. Igen, azt látom. Figyelj, az a helyzet, hogy mi beszélgettünk nemrég a karácsonyi ésben, volt egy hosszú interjúnk az új regényed a kitelepítés kapcsán, ami most nagyon-nagyon-nagyon megy, csak megmutatom ezt a karácsonyi és beszélgetést, azért, hogy akik néznek minket, esetleg olvassák el, mert ugyanazt már nem akarjuk még egyszer beszélgetni. Hihetetlen jól megy a regény, hogy hanyadik kiadás van most? Napokkal ezelőtt jelent meg a negyedik kiadás, tehát már elképzelhetetlen az a példányszám, ami az olvasó kezébe került. Tudod, hogy mennyi az eladott példányszám? Még nem kaptam meg a hivatalos jelentést, de annyit mondhatok, hogy havonta egy kiadás jelent meg a könyvből. A teljes nyomtatási adatokat a nyilvánosság előtt nem árulhatom el, Ja. de mindenképpen mondhatok, hogy a negyedik kiadást nyomtatták ki a legnagyobb példányszámban, de úgy, hogy már az első kiadás példányszáma is szokatlan volt, de ez meg Nagy Boglárkának és Nagy Boglárka hitének köszönhető, mert ő bízott abban, hogy ennek a könyvnek pontosan ez lesz az útja, amit most tapasztalunk. Egészen elképesztő különben. Én nagyon szeretem ezt a könyvet, ezzel nem árulok el titkot, írtam is róla kritikát az Ésben, és gyönyörű a borítója, csak fölhívom a figyelmet, hogy ez ugye egy tépet borító, tehát olyan a fotó, hogy azon meg van szaggatva a borító, de jelzem neked, András, hogy az enyém már szakad itt, és direkt nem veszem le a borítót, hogy hadd szakadjon, és várom, hogy mi fog történni, és ez egy műtárgy lesz, direkt szakítom. Nekem még a kemény kötés van meg, aki most veszi meg, már puha kötésben veheti meg. Illetve a kemény kötést is megvehetik majd Károlyi Csabától évek múltán aukciókon elind ez Nem a adom. tárgy. Nem adom, figyelj, össze van firkálva. Én firkálom a könyveket. Arra gondoltam, hogy mivel millió interjú készült veled mostanában a regény kapcsán, és nagyon sokan írtak is róla, hogy ne csak erről beszélgessünk, hanem arra gondoltam, hogy nézzük meg, hogy mi volt előtte, tehát egy kicsit szeretnék visszamenni az életedben, meg inkább az életműben. Az életrajzodról, a családtörténetről is rengeteget kérdeztek interjúkban. Én most inkább arra kérdeznék rá, hogy mielőtt ezt a regényt megírtad, azelőtt mi mindent csináltál? Hát 65 évesen írtad meg, vagy akkor jelent meg. Tehát a 60 éves korod után írtad meg ezt a regényt. Első regényed, korábban a regényt sose írtál, szerintem novellákat se nagyon. Verseket, drámákat, esszéket, színházi tanulmányokat, stb. Millió dolgot csináltál, dramaturg vagy, tanítasz az egyetemen, könyvkiadót vezettél, stb. Viszont amikor azt kérdeztem, mert mindig szoktunk a videóra odaírni a vendég neve alá valamit, hogy mi legyen a titulus, akkor azt mondtad, hogy írjuk azt, hogy író, dramaturg. Hogy miért ezt kérted? Még azt is írtad nekem egy levélben, hogy ezt a dramaturg dolgot nem akarom megtagadni. Sem megtagadni, sem elengedni, mert ez a könyv talán nem született volna meg, de tudjuk, hogy ezeknek a mondatoknak alig van értelmük, mert nyilván nem született volna meg, ha, de hogy mi jön a ha után, ezt meg
szinte lehetetlen felsorolni, de mégsem született volna meg a dramaturgi tapasztalatok hiány. A színházban azt lehet megtanulni, és ezt meg lehet tanulni, hogy egy helyzetnek tisztának kell lennie ahhoz, hogy a néző ne csak a szavakból értsen, hanem az egész teret érzékelje, a színészek testét, a közöttük levő viszonyokat, áthelyeződjön egy olyan jelen időbe, ami nem az ő ideje tulajdonképpen, de az ő ideje tud lenni, azzá tud válni. Ez egyébként a színháznak a nagy-nagy trúvája és varázslata. De szerintem ez egy jó könyvnek is a varázslata. És hogyha most megengedett, akkor mindjárt egy olyan példát hozok, ami azt hiszem, hogy közös gyönyörűségünk. Én pontosan így jártam a rémtörténetek olvasásával. Egyszerűen hisztériásan kezdtem el olvasni. Magyarán nem akartam kilépni belőle, mert oly mértékben ismertem ezt a nyelvet. Édesapámat, miután kiengedték a börtönbe, egy Hegyközpályi nevű faluba helyezték el. Ebben a faluban Ceausescu is kollektivizált, és volt ott egy ember, aki a helyi, hát nem tudom, két-három emberből álló pártszervezetnek volt a titkára, és apámat állandóan fenyegette, és ő elmondta, hogy hogyan kollektivizált Ceausescu hegyközpályiban, de hegyközpályiban pontosan így beszéltek, mint a rémtörténetekben, mutatis mutandi. Tehát ők nem érzékelték azt, hogy ez trágár beszéd, ők nem érzékelték azt, hogy káromkodtak. Ez egy önmagára omlott nyelv volt ott is, hegyközpályiban is, és ahogyan én szeretem mondani erről a Nádas könyvről, hogy ez a Divina Absenciának a könyve. A Divina Absencia az a Divina Komédiával áll párban, egymás közvetlen közelében vannak, a színjáték meg a jelenlét hiány nagyjából ugyanazt a kérdést érinti meg, és írja le. Tehát ezért vagyok dramaturg is. Mert a könyvben nagyon szerettem volna ezt a hallható hangot megcsinálni, és azt, hogy az olvasó ne akadjon fel valamin, amit nem ért, hanem a hang és a jelenlét és az esemény jelen ideje vigye őt tovább. Mielőtt még a regényről kérdeznélek, tényleg szeretnék az életművedről egy kicsit beszélgetni, hogy mi volt legelőször, mit írtál először 80-as években? Ugye elvégezted az egyetemet Temesváron, mérnöknek tanultál, Istenem, hogy mi volt, amit először írtál? Én legelőször verset írtam, és ez is hozott össze, mint egy az apámmal. Az írás maga hozott össze. Én 7,5 éves voltam, de mire ő parukját kapott, mire végre a család egy térben lehetett, már majdnem 8 éves, és akkor már nagyon nehezen lehet gyermekké lennie egy férfinak, aki nem volt veled. Nem is nehéz, hanem lehetetlen. De elkezdtem verseket írni, és megmutattam az apámnak, bizalmam volt hozzá, és ő meg ragyogó arccal fogadta ezeket, most is emlékszem rá, jegyzettömböket adott nekem, amiért lelkesedtem, vagy például repertoárfüzetet adott nekem, ma már talán nem is lehet kapni ilyen repertoárfüzeteket, oldalt az ABC tűivel. Tudod, és azokat én mondatokat gyűjtöttem ki az olvasmányaimból, megállapítottam, hogy mi a kulcs szava annak a mondatnak, és beírtam a repertoárfüzetbe. Tehát egy ilyen Szilván Rérum-szerű mondatgyűjtemény
nyen dolgoztam magamnak. Tehát verset kezdtem írni, és ő elkezdett tanítani engem dolgokra, vagy olvastunk közösen verseket. Nagyon sokáig tulajdonképpen csak verseket írtam, de aztán egyetemista koromban megszólította a színház közvetlenebbül, és elkezdtem a színházról írni. Egyik, mint az Utunkban írtam színi kritikákat, az Utunkban is a Hétbe Kacsir Máriának. De előtte még ugye, tehát 80-as években megjelent két verses köteted, még a Kriterionnál, ezek sajnos nincsenek meg nekem, majd egyszer begyűjtöm a partorszállás meg a fotóiskola haladoknak, és utána a többi könyved az megvan nekem, most lehet, hogy fordítva mutatom, de mutatom így is, legalább 10 verses köteted van, köztük gyerekvers kötetek, és ezek már magyarországi kiadóknál, illetve egy a Koinóniánál jelent meg, a legtöbb a Jelenkor kiadónál, és a legutóbbi verses köteted ez a Jelenkor kiadónál, nevezd csak szeretetnek, hogy igazából folyamatosan az egész pályádat végig kísérte, hogy verseket írtál. De amikor kértem, hogy mit írjunk oda, nem mondtad, hogy költő. Mert az íróba számomra beletartozik a költő is. Egyébként látom, hogy olykor azt írják fel pályatársaim, hogy költőíró. Számomra az író az költő is, és ezt önmagában egy kicsit redundánsnak éreztem volna, de arról szó sincsen, hogy a verssel szemben valamiféle reszantiment volna bennem, vagy nem írnék tovább verset. Sőt, elvonási tüneteim is vannak, ha nem írok sokáig verset, de ezt azzal próbálom gyógyítani, hogy verset olvasok. Verset folyamatosan olvasok, most is, most többször elolvastam Györfi Ákosnak a legutóbbi magvető könyvét, és egyáltalán nagyon figyelem ezt a fajta egészen különleges, a misztika hagyománnyal nagyon mély párbeszédet folytató versformát, de hát itt vannak, mondanám, de ez az itt most nem a saját szobám, itt vannak a saját szobám, meg is tudnám mutatni, folyamatosan körbevesznek azok a könyvek, amelyeket olvasok, és amelyektől nem szakadok el, és amelyek fontosak számomra, de ezek között a legtöbb a vers, mert az egy ilyen szellemi higiéné számomra. És hogyan lettél dramaturg? Ha jól tudom, akkor 90 óta vagy Kolozsváron, ha a Wikipédia nem téved, és a Kolozsvári Állami Magyar Színház dramaturgia vagy igazából 90 óta. Van több színházi esszéköteted, az egyik, amit most mutatok, az az, hogy írni és nem rendezni. Ebben az első esszé azzal a kérdéssel kezdődik, hogy mi a szerepe a dramaturgnak. Amikor kritikát írtam a 80-as években, és ezeket különböző lapoknál helyeztem el, akkor ott volt, azt hiszem, egy inflexiós pontja ennek a színházi kritikusi pályának, mégpedig az, hogy a bukaresti Bulándra Színház Hamletjéről, erről a híres Tocsilescu-féle Hamletről, aminek a főszereplét Karamitru játszotta, és az Ofíliát a fantasztikus Mariana Buruján, azt egy nagyon hosszú esszében leírtam, és arra nagyon sokan felfigyeltek, sőt, az a
Fabini Tibor és Géher István által szerkesztett Magyar Shakespeare tárban meg is jelent még 89-ben, ami nekem nagyon nagy Igen. öröm volt, hogy egyáltalán ezt ők észrevették és elkérték tőlem, és akkor keresett meg engem Tompa Gábor, és elmondta nekem, hogy olyan fajta színházi írás ez, mi úgy en passant ismertük egymást, előadásokon találkoztunk, de úgy igazán sohasem beszélgetünk egymással, hogy olyan fajta színházi írás, amiről ő úgy érzi, hogy elmélyültebb kapcsolatom lehet a színházzal. A tekintetben igaza volt, hogy ezt az elmélyült kapcsolatot a rituális érzék hozta. Azt, hogy egy barakban, nem tudom, 3 éven át én egy általam sokáig nem értett görögkatolikus misét nézegettem, egy barakban, ahova nem lehetett beférni sem, de mégis megtörtént a mise sokszor az éjszaka leple alatt. Ez nagyon mélyen megérintett engem, és nagyon hamar gondolkodtatott afelől, hogy mi az, hogy jelentés. És amikor apámnak az ige hirdetéseit kezdtem hallgatni, ugye egy protestáns templom, az egy puritán, fehér falu, az a képzeletnek a fehér doboza, a white cube-ja. Tehát azt is Csak szoktam semmi. mondani, igen, azt is szoktam mondani, hogy a protestáns templom puritánsága éri azt el a hallgatóságban, hogy ő maga hozza létre a képeknek, a mozgóképeknek a világát, és ő maga tegye azt a teret, mint egy élővé és mozgóvá. És akkor én 1988-ban mondtam Gábornak, aki a Kolozsvári Színháznak akkor volt a rendezője, mondtam, hogy én lehetetlennek látom azt, hogy valaki engem fölvegyen a színházba, mert akkor már névlegesen nem csak az apám öröksége okán ellenzékinek számítottam, túl voltunk Sacival, a feleségemmel a saját albérletünkben, a házkutatásokon, az eltűnéseken, a folyamatos követéseken, nyakig a lehallgatásban. Ő meg azt mondta, hogy próbáljuk meg, nem lett belőle semmi, 1988-ban nem vett fel, pedig versenyvizsgát tettem Kolozsváron. Ez nagyon izgalmas volt egyébként számomra. A mostani titkosszolgálati, az időközben kikért titkosszolgálati anyagaimból pedig kiderül, hogy miért nem. Azért nem vettek fel, mert a Securitate hozott egy határozatot, hogy nem dolgozhatom a kultúrában. Igen, világos. Egyébként volt is egy közös verses kötetetek Tompa Gáborral még a 90-es évek elején, ez már a Jelenkor kiadónál, de ugorjunk egyet, mert szeretném, ha minél több mindenről picit szó lenne. Hogyan lettél drámaíró? Tehát ugye nem lettél rendező, dramaturg lettél, viszont elkezdtél drámákat írni, és hát én nem szeretek ugyan drámákat olvasni kötetben, de ebben a kötetben benne van 3 drámád, és van a Júlia című a leghíresebb drámád. Képzeld el, most szeretném megmondani neked, hogy nekem 2 kötetem van ebből, mégpedig azért, mert 2-t küldtél, egyet elküldtél Kolozsvárról, és aztán találkoztunk a könyvhéten, és akkor is kaptam egyet. Mind a 2 dedikálva van. Na most ez is majd a hagyatékba sokat fog érni. Ez a leghíresebb drámád, ugye, édesanyád története van benne földolgozva. Hogyan kezdtél drámát írni? Dramaturgként elég hamar belekerültem a szakmába, ez köszönhető annak is, hogy a magyar színházi világ, tehát a magyarországi színházi világról beszélek most, nagyvonalú, és felém a szeretetteljes arcát mutatta. Említsem meg itt Radnóti Zsuzsan nevét. Azt hiszem, hogy többen is ugyanezt mondják róla. Aminap képzeld el, felhívott Zsuzsa, hogy itt van előtte az és azt látja, hogy a
a kitelepítés, az írókboltja, a Sikerlistájának az első helyén van. Nagyon kedves volt, nagyon drága volt, a könyvet elolvastál és küldtem neki. De előbb-utóbb, hogyha az ember dramaturgként belekerül ebbe a világba, előbb-utóbb megudvarolják, hogy vajon nem próbálja-e ki magát, hogy írna egy drámát. Igen. Ez Lengyel György nevéhez fűződik, akinek a dramaturgja Duró Győző volt, akit nagyon sokra tartok megint, mindkettőjüket egyébként, és Lengyel György egyszer fölhívott engem, ő akkor a Debreceni Színháznak volt az igazgatója. Látták persze, hogy milyen fajta írásaim vannak, tudtak dolgokat töredékesen a családom történetéről, és felkértek arra, hogy írjak egy darabot a kereszténység 2000 éves évfordulójára. Ez 1999-ben lehetett. Igaz, egyébként a felkérés ennél riasztó volt, mert hogy egy Jézus drámát írjak. És én azt mondtam, egyébként csípőből azt mondtam, hogy én ezt nem tudom megírni. El is mondtam nekik, ezt ugye kevesen tudják, hogy a Jézusnak a fennmaradt és hitelesen neki tulajdonított szavainak az összességét kevesebb, mint fél óra alatt lehet elmondani. Hogy ott mindig figyelmébe ajánlom a diákjaimnak is, hogy a tettek meg a szavak egymás értelmező tükör játékáról alig tudunk dolgokat. Márpedig itt van egy nagyon izgalmas hagyomány, hogy a bölcsesség nem a szavakban áll, hanem abban, ahogyan a tettek felgyújtják, és a szavakból hagyomány alapot hoznak létre. És egy hét gondolkodási idő után azt mondtam, hogy megpróbálok írni egy darabot, aminek a hiányzó Jézus lesz a témája, hogy képzeljék el, ezt mondtam nekik, képzeljék el maguk előtt Leonardo da Vinci-nak az utolsó vacsora freskóját, és emeljük ki belőle a Jézus figurát a közepéről. Valamilyen darabot akarnék írni, és megírtam a Tanítványok című darabot, amit, hát igen, majdnem azt mondtam, hogy köztük maradjon, de nem muszáj köztük maradnia, amit én most is tulajdonképpen a legjobb darabomnak tartok, mert azért tartom a legjobb darabomnak, mert a színházi problematikát írja meg. Ez nem azt jelenti, hogy színházi darab, egyebek, de ezt is játszották egyébként Amerikában két változatban, és egyébként, aminek örülök, Romániában nagyon-nagyon jól fogadták, mert hogy én az evangéliumi tanítványoknak a nevét használom ebben a darabban, de nem az ő történeteiket mondom el, hanem apámnak a börtöntörténeteit. Ott felmerül Richard Rabbi, felmerül apám, nem a nevével, vannak benne ilyen személyes vallomások, és az ő történetéből állítom össze azt a szituációt, amit a tanítványok átélhettek nagypéntek este, mikor megölik a Jesivának a rabbiát, hiszen így kell elképzelnünk, vagy hát talmudi korban vagyunk, tehát megölik a caddikot, ha akarjuk, megölik a mestert, és ők az egész életüket befektették a mesterbe. És előáll ez az iszonyatos hiány, Judás, aki ki akarja provokálni a mesterből a közvetlen politikai cselekvőt, az nem éli ezt túl, és öngyilkosságot követel. És megírtam ezt a darabot, nagy-nagy meglepetésemre bemutatták Debrecenben. Volt is egy kis élete. Persze látták, hogy reménytelen szövegeket írok én azért a színháznak, mert ezek olykor filozófiai vagy teológiai természetű dialógusok, de nagyon szerettek tulajdonképpen
darabokat írni, és azóta minden darabot, amit megírtam, megrendelésre írtam meg. Nem sokat, nem tudom, olyan 20-30-at írtam, és azokat mind bemutatták. És hát rengeteg helyen mutatták be a darabjaidat, nem csak Romániában, Magyarországon, Amerikában, Lengyelországban, Bulgáriában, mit tudom én, Európában számtalan helyen, Londonban is talán. Londonban is többször, igen. Igen, szóval, hogy hihetetlen érdekes lenne erről órákig beszélni, de most azt gondolom, hogy ugorjunk megint, mert megy az idő, és azt akarom neked mondani, amit már jeleztem neked, hogy engem nagyon meglepett, hogy mennyire megerőlegezte az egész eddigi életműved a regényedet, a kitelepítést. Tehát a drámák, a színházi esszék, a versek, a legutóbbi verses köteted, sőt, van egy komoly színház elméleti könyved, ugye? Mire való a színház, és ebben tulajdonképpen majdhogy nem szó szerint leírod, hogy mit akarsz csinálni a regényben. Tehát nem csak a barak dramaturgiáról beszélsz, hanem a fogság definícióját megadod például, ami majdnem, hogy egy az egyben átvihető erre a regényre. Tehát, hogy azt akarom kérdezni, hogy te hogyan látod most visszatekintve az egész eddigi életművedet a regény felől nézve. Tehát te tisztában voltál-e vele, hogy ez ide fog kifutni? Csak azzal voltam tisztában, hogy jól járnék, ha ide futna ki. Azzal voltam tisztában, hogy ha sikerülne megírnom ezt a regényt, de ez nem jelentett egyebet számomra, mint azt, mint írói technikai dolgokat, hiszen az élményanyag megvolt, nagyon sokféle dolgot megírtam, sokféleképpen, rövid töredéktörténetekben is, de még mindig nem, éveken át nem éreztem azt, hogy érzékelem a formát. Amint érzékelni kezdtem a formát, és ez nagyon-nagyon kellett a, bocsánat, nem akarok frivol lenni, a bezártság időszaka is, mert a bezártság időszakában felpörgött a regény, hiszen ez a forma, ami rám talált, az a testi tapasztalatoknak a regénye, nem annyira a mentális gyakorlatoknak a papírra vetése, hanem itt nagyon sokat az érzésekből és a testből kell dolgozni, nagyon el kell engedni a poézis irányába a mondatokat, és aztán majd persze visszafogni, aztán majd megfigyelni, miután kihűl egy-egy fejezet, hogy mit kell kezdeni vele. Nos, nem tudtam, hogy ide fog vezetni, csak szerettem volna, ha ide vezet. Volt bennem ez az akarás, volt bennem ez a drive, hogy próbáljam ki megírni ezt a regényt, mert úgy éreztem, hogy ebben sem, azt hiszem, hogy részemről semmi pátosz nincsen, hogy én feladatomnak éreztem azt, hogy ezt a nagyon sajátos, egyedinek számítható gulák történetet el tudjam mondani úgy, hogy ne csak egy szakmai összekacsintó siker legyen belőle, hanem hogy ha lehet, az el nem mondott történetek is visszhangozzanak benne. Az olvasók el nem mondott, le nem írt, mélyen lappangó történeteit is visszhangoztassa ez a könyv. Ez az, pontosan így van. Ugye ez egy nagyon életrajzi történet, mert a saját családod története, ugye apánkat börtönbe zárják, anyánk pedig a 7 gyerekkel, ugye a Duna-deltába kerül, 50-es évek vége, 60-as évek eleje, és több mint 4 éven keresztül ott vagytok. Ugye 7 kicsi gyerekkel, a legkisebbet úgy hívják, hogy András, és ugye ő meséli el a történetet, miközben ugye ez egész, ez egy fikció. Na most ez nagyon, nagyon érdekes, szerintem erről majd beszélgessünk, de most
Először akkor azt kérem, mielőtt a regényre rátérünk, hogy András, légy szíves, olvasd fel azt a részletet, amit választottál, abból a fejezetből, aminek Auréla címe. Tehát ugye a Duna deltában vagyunk egy lágerben. Aurél pedig egy örökös építész hallgató. Ugye a kitelepítettek nagy része román ellenzéki, alig van magyar. Igen, és ő is az, és egy hozzánk, nem csak hozzám, nagyon közel álló egyetemistáról van szó, aki a börtön után került abba a lágerbe, ahol mi is voltunk. Igen. Ha választhatnék, akkor én a vízenjárást meg a csodálatos halfogást választanám. Ennek látnám itt a telepen a legnagyobb hasznát. Föl alá járkálnék a Duna háborgó felszínén, a tavaszi áradás idején, és nem téveszteném szem elől a virágzó parti füzesben és a sűrűn ádasban ólálkodó lágerlakókat, akik a megfelelő pillanatra várnak, hogy vízbe öljék magukat. Én bizony visszakergetnék minden öngyilkost a lágerbe, átadnám őket Patráskó papnak, hogy a szívükre beszéljen. Vízen járni nem tudok, pedig megpróbáltam. Halászni anyám nem enged, nehogy belelüljenek a Dunába a körlet őrei. A Duna erre van kitalálva, hogy ártatlan embereket lőjenek bele, mondja anyám, aki a folyó budapesti szakaszával áll régi, személyes ismerettségben. Ha a Biblia kerül szóba, Aurel Pauna, örökös építész hallgató, a csodálatos halfogás iránt érdeklődik, húzná kifelé a tanítványokkal együtt a halakkal telt hálót, és már a parton megtömni a hasát sokféle frissen sütött halhússal, de végül mégis a virágvasárnapi Jézusnál köt ki, aki ostort font a derékkötőjéből, és kiűzte a kufárokat és a baluta üzéreket a templomból. Ez az ostoros erő kellene a leginkább Aurélnak. De ő nem a kufárokra és pénzváltókra, hanem bizony a kommunistákra összpontosítana. Őket kergetnék ki az országból, és akkor ezek az idehurcolt szerencsétlenek nem vetnék magukat a folyóba testükre kötözött kicsinyeikkel. A mi lágerünk temetőjét a telep északi részén jelölték ki, még az első nemzedékes sváb foglyok idején. Nekik köszönhetjük a barakokat is. Belőlük már csak mutatóban maradtak néhányan a telepen. Legtöbbjük tüdőbajban pusztult el a szabad ég alatt. A gyermekeket és öregeket a vérhas vitt el. A sírok jó részt jeltelenek. A reves fakereszteken nincs írás. A temető dél és keleti szegét hosszú sírhantok jelölik ki, ezeket tömegsíroknak nevezzük. Mor minte comune, magyarázza Aurél. Ezek a legrégebbiek. Így nyugszanak a névtelenek. Odix nászkase, ön párcse mondja, és keresztet vet. Nyugodjanak békében. Mi nem vettünk keresztet, mint Aurel Pauna, örökös építész hallgató vagy Patráskú pap. Nekünk nincsenek temetői szokásaink, szegények vagyunk. A halottak a halottakkal, az élők az élőkkel, ezt tanítja anyánk nekünk. Nem keveredünk velük. Aurel ortodox keresztet vett, mint a kommunista Livezián őrnagy, vagy Lilika vasgárdista özvegy, vagy Damna Nádia pilóta asszony, a szabad gondolkodó, mert ők ortodoxok, azaz igaz keresztények. Fentről lefele és jobbról balra összeérint egy gyűrűs és hüvelykúj, így. Patráskú pap és Dukát pap viszont katolikus keresztet vett fentről lefele és balról jobbra. Összeérintett hüvelykúj, mutatóúj és középsőúj. Bizony nem mindegy. Csak a magasságban lakozó Istennek legfeljebb. De hát ő messze van, és nem is tűnik járatosnak a keresztvetés ellentmondásokkal terhes tudományában. Aurel szépen kiválogatja az ujjaimat, majd elrendezi őket, megtanítja, hogyan gyakorolják a keresztvetést az igazak,
A kezem egészen különös formát vesz fel, olyan, mint egy rózsaszínű virágkehely égre törő bibével. Csináld, mondja, de én már is elvétem, az ujjaim is összekeverednek, elveszetten kapálóznak a levegőben, mint a hátára fordított szarvasbogár kampós lábai. Nem baj, bátorít Pauna, ne add fel, de most hagyjuk, nem ennek az ideje van. Gyere, tisztítsuk meg a névtelenek sírjait. A jeltelen és elhagyott sírokat egyedül Aurél gondozza a telepről. Itt a sírkertben a legjobb egyedül lenni, mondja. Megáll a fejfák előtt, keresztet vet, és elolvassa nekem az idegen hangzású neveket, és hogy hány évet éltek. Hach, Balzer, Vladimir Bobkik, Bárbura, Gavrilov. Nézd, mondja, a legtöbben gyermekek és asszonyok. A férfiaknak külön temetők van? Kérdezem Aurel. Nem, dehogy, válaszolja. A férfiak csak úgy eltűnnek a nádvágás közben, vagy szökést mímelnek, hogy az őrök belelőjék őket a Duna jeges vizébe. Az asszonyok erősebbek, mondja. Nem félnek senkitől és semmitől. Szembenéznek a szerelemmel és a halállal. Köszönöm szépen. Rengeteg rendezvényre elmész, közönség találkozók, látom, hogy nagyon sok ilyet bevállalsz. Azt szeretném kérdezni, hogy mire kíváncsiak leginkább az olvasóid? Tehát, hogy amikor ilyen rendezvényeken kérdeznek, akkor önéletrajzra, családtörténetre, vagy a politikai dolgokra, vagy a hitbéli dolgokra? Gondolom nem a regénypoétikára. Nagyon izgalmasak ezek a nyilvános beszélgetések és találkozások, és valóban be is vállalom őket, és el kell ismernem, hogy én ezt megígértem a könyvnek, minek utána láttam, hogy a könyv úgy kezd röpködni, meg helyenként szárnyalni, hogy én ezt fel nem foghattam volna korábban, akkor eldőlt bennem, hogy megpróbálok utána menni, és odaadok egy néhány hónapot, mert tulajdonképpen ez történik most az életemből, hogy ezeket a nyilvános beszélgetéseket lefolytassam, igazából, hogy kitegyem magamat ezeknek. Nagyon helyes. Nos, én azt tapasztalom, hogy igen, valami olyasmit érintett meg a könyv, ami az olvasó számára is váratlan. Több mindent. Nagyon érdekli az olvasókat a fikció és a valóságnak a viszonya. Ez egy visszajáró téma. Külön izgalmas az, mikor hithű emberek, ezt nem bántásból mondom, számon kérik rajtam, hogy miért írom meg a szüleimnek a szerelmi életét. Holott én nem írom meg a szüleimnek a szerelmi életét, én nem ismerem a szüleimnek a szerelmi életét, de a szerelem maga érdekel. A saját szerelmi életemet is csak nagyon töredékesen ismerem, és nagyon nehezen megírhatónak tartom, de a szerelem mégiscsak a kulcsszava a regénynek. Azért kulcsszava a regénynek, mert egy féltékeny, olykor kétbalkezes, olykor elveszett, de mindig szerető szívű Isten is szerepel benne, mint egy a család tagjaként. Sokan megvallják a saját történetüket. Sokan megköszönik azt, hogy megírtam, mert úgy érzik, hogy megírtam a történetüket, nekem ez nagyon nagy meglepetés. Ez abból is látszik, hogy nagyon sokan, meglepően sokan nem egy könyvet dedikálnak, Aha. hanem többet, és mindig elmondják, hogy kiknek. Igen. Hogy idősebb emberek jönnek, és dedikáltatják a könyvet a gyermekeiknek. Azt mondják, hogy ezt el kell olvasniuk. Fontos, hogy ezt elolvassák.
Az, ami még izgalmas nekem ezekben a beszélgetésekben, hogy én is kérdéseket teszek fel. Megkérdezem például azt, hogy szerintük mi történik ezzel a könyvvel. Mert én nem mindig találom a magyarázatát annak, hogy az embereket ennyire megszólítja, ami elképesztően nagy öröm, talán ezt nyilván mondanom sem kell. Nagyon sok szeretetet, figyelmet és kedvességet kapok, amikor, de ez sem bántásnak szánom, amikor, hiszen ezek is megjelennek már YouTube-on és különböző felületeken, amikor erős keresztény közösségekben vagyok, és ott a megbotránkozásuknak adnak hangot, akkor azt szoktam mondani, hogy a könyv elérte a célját. Fontos nekem az a, nem csak az a tanítás, általában csak ezt szoktuk mondani, érvényes, hogy ne botránkoztassuk meg egymást, hanem az a tanítás is érvényes, hogy szükséges, hogy botránkozások legyenek, hogy a szív valóságos indulatai a felszínre kerüljenek. Ez is egy bibliai tanítás. És ezek fontosak nekem. Az is fontos, ez nem is olyan régen történt, mikor egy kierkegaardiánus teológussal beszélgettem a könyvről a nyilvánosság előtt. Ő teológiai szempontokat sorakoztatott fel, és a kinyilatkoztatás szövegkorpuszát és az irodalmat, mint szövegkorpuszt vetettük össze, egymás lehetőségeit, meg azt, hogy hogyan tekintenek egymásra a szövegkorpuszok. Én az irodalom esetében is hiszek az inspirációban. Én az irodalmat is egzisztenciális eseményként olvasom. Persze, igen, egyetértek, teljesen egyetértek, és nagyon fontos ez a teológiai vagy hitbéli közelítés. A másik talán, ami nagyon fontos lehet, az a politikai közelítésmód. Arra lennék kíváncsi, hogy van-e visszajelzésed, hogy fiatalok hogyan fogadják a könyvet. Mert ugye az a helyzet, hogy ez tulajdonképpen egy gulágregény is, és ebből nem nagyon van a magyar irodalomban is ritka, Eszterházy van, meg Faludi, az orosz irodalomban vannak rá példák, de múltkor azt mondtad nekem, hogy a román irodalomban sem nagyon van ilyesmi, tehát hogy volna egy olyan szerepe is ennek a regénynek, hogy végre megírja azt, ami nincs megírva. Tehát, hogy politikailag hogyan fogadják a regényt? Tegnap beszélgettem hosszasabban telefonon André Dósával, Dósa Andrással, aki egy magyarként felnőtt, de román íróként magának nevet szerzett alkotó, kiváló költő és regényíró, akinek az egyik regénye hamarosan megjelenik magyar nyelven is, ami nagy öröm számomra. Én nyilván románul olvasom a regényét. Ez egy nagyon érdekes történet, az ő nyelvi váltás, és a tegnap fölhívott, elolvasta a regényt, és mondja, hogy mennyire meglepte őt az, hogy a regényben, mármint a regény gulág részében gyakorlatilag csak mi vagyunk magyarok. Igen, 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 igen. Senki. Ez baromi érdekes, és én mondtam is már neked, nekem innen Magyarországról nézve, ez egy egészen különös élmény, de hát az erdélyi magyar irodalomban is elég ritka, hogy ennyi román szereplő van, ezek majdnem mind pozitív és szerethető emberek, kivéve a szekusok, meg a tanítónéni a lágerbe, de hát a magyar szekusok még ellenszenvesebbek, tehát hogy igazából egy csomó rokonszenves román szereplő. És hogy nem nagyon ismerek másik ilyen regényt. Mert neked más a nézőpont, hogy nyilván ezt hozod a gyerekkorból? Van egy nagyon fontos könyv minden esetre, amit helyek közel megemlítettem, már itt is megemlítek, ez pedig Nikolaj Steinhardtnak a könyve, az a címe, hogy Napló a boldogságról, vagy Boldogság napló, ami szinte az egyetlen kéziratban
fennmaradt fiókregény. Ugye emlékszel rá, volt ez a mitosz, hogy mennyi Igen, majd a fiókból, majd zseniális mindjárt. fog előkerülni. A fiókokból nem került Nem kell. elő, de ez az, és nem csak a könyv is elképesztően izgalmas, de az is, ahogyan a 90-es években beindult a román irodalmi diskurzusban egy beszélgetés arról, hogy mi is ez a könyv, mert ha akarod napló, ha akarod énregény, ha akarod autofikció, és ez egy nagyon-nagyon érdekes figura, egy bukaresti felsőközéposztálybeli zsidó családból származik, ő diplomatának készül, a doktoriát egyébként diplomáciából írja meg, ez az egészen kifinomult értelmiség, az édesapja építész, és nem hajlandó egy perben a vasgárdisták ellen tanúskodni zsidóként, ami nagyon-nagyon izgalmas döntés. Ő úgy ítélte meg, hogy ebben a helyzetben ő ezt nem teheti meg, mert úgy érzi, hogy ezek nem jogszerű eljárások. Tehát itt bármit mondasz, csak rosszat tudsz mondani. Ez is mutatja az ő kifinomultságát egyébként, és őt elő addig-addig szorul a hurok körülötte, míg börtönbe zárják, és a börtönben átmegy egy nagy misztikus megvilágosodáson, és 1960. március 15-én megkeresztelik őt Zsiláván, egy ökuménikus keresztségben részesül, úgyhogy minden ott levő és nagyon sok felekezetnek a képviselője is ott volt, részt vesz ezen a keresztségen, miután kijön a börtönből, szerzetessé lesz, és úgy nevezik hogy őt, hogy lesz egy ilyen rituális neve is, hogy Monahul de la Rohia, a rohiai szerzetes. Sokan emlegetik. A kéziratát el is kobozták a szekuritáté. Ennek az az oka, hogy a szerzetrendben a román értelmiséginek a krémje, az ellenzéki krémje elkezdte látogatni. Egy ilyen misztikus alkatú, nagyon érdekes figura, és végül is ezt a könyvet az első román posztmodern regénynek kanonizálta a román irodalomtörténeti írás. Visszatérve a te regényedre, vannak-e már román olvasói? Illetve, hogy mikor várható, hogy románul meg fog jelenni? Vannak román olvasói, vannak kétnyelvű, mint André Dorsá, de van egy Adela Duka nevű kritikus asszony, aki kétnyelvű, ő is elolvasta már, többször posztolt róla, írt róla. Ezek a posztok nyomást helyeznek rám tulajdonképpen, hogy mikor jelenik meg már magyarul. Úgy tűnik, hogy most... Románul. Bocsánat, románul. Úgy tűnik, hogy most már ez beindul, és mikor jelezni szeret, szoktam jelezni, hogy Steinhardtot, Nikolaj Steinhardtot én adtam ki magyarul, mikor még könyvkiadót. A Koinónia kiadó. A Koinónia könyvkiadónál adtam ki magyarul, és nagyon nagy örömmel, mert nagyon szépen ment az a könyv. Én azt remélem, mert jeleztem Sárközi Bencének is, hogy nekem tulajdonképpen egyfajta prioritás a román megjelenés, mert ez egy kulturális tett volna, és nagyon remélem, hogy elindítana olyan beszélgetéseket is, amelyek nem történtek meg a román kultúrában. Ez nagyon fontos. Erre én nagyon kíváncsi vagyok a román kiadás fogadtatására. Az egy barom érdekes dolog lesz kulturálisan, politikailag, szellemileg. Szerinted ez a láger tapasztalat, ami a te regényedben megfogalmazódik, ez hogyan és
Miben segíthet a mai befogadónak, vagy egy mai társadalmi közegben ennek lehet-e valami direkt hatása, azon túlmenőleg, hogy a múltat tárjuk fel, és valljuk be, és legyen róla szó, tehát hogy a mai olvasónak, tehát egy fiatal olvasónak szerinted, az a tapasztalat, ami a kitelepítésben megfogalmazódik, az mit jelenthet, vagy mire használhatja? Nemrégen küldtek el nekem egy képet, egy kórházi fotót, egy fiatal lány, kamaszkorú fiatal lány a kórházi ágyon, és a kezében ez a könyv van. És ezt egy orvosnő küldte el nekem, ez mélyen megérintett engem. Én azt remélem, és erre nézve már vannak is jelek, hogy elkezdte középiskolába is meghívni engem. Aha, Itt az is jó, az jó jel, az jó jel. Magyarországon is. Képzeld el, csináltam egy ilyen prezentációt, mert nagyon-nagyon félek a középiskolásoktól, azért, mert voltak középiskolás gyermekeim, és ők a legokosabbak. Ne félj, ne félj! És a legélesebbek, és készítettem egy ilyen prezentációt, hogy hogy működött a titkosszolgálat velünk kapcsolatosan. És ez egy ilyen captatio benevolentiae, ezt nagyon szeretik, és nagy örömmel nézik meg ezt, hogy milyen fényképeket készítettek rólam, ahogy követtek, vagy rólunk, ahogy követ, vagy miket hallgattak le. Aha. És ez egy ilyen belépés a beszélgetésbe. Én azt remélem, hogy tud lenni ennek hatása, de itt nagyon nagy szerepe lehet a tanároknak, de most hamarosan egy pécsi középiskolába fogok beszélni és beszélgetni a könyvről. Ugye nagyon jó végszavakat adsz fel, mert ugye a ne félj, az itt most nagyon jól jön nekünk, mert az a részlet, amit majd befejezésként föl fogsz olvasni a regényből, ott ugye egy kulcsmondat ez, hogy ne félj, a anyánk mondja, az anya mondja, Júlia mondja a gyerekeinek, hogy ne féljenek, ami persze azt, nem azt jelenti, hogy tudnak nem félni, hanem azt jelenti, hogy semmi értelme félni, mert de mielőtt megkérnélek, hogy most lelőttem, én ilyen spoilerező vagyok, mielőtt megkérnélek, hogy olvasd fel ezt a másik részletet, még egy utolsó kérdésem hadd legyen, hogy ebben a színház elméleti könyvedben, a Mire való a színházban, említed egy helyen az egyik esszében, hogy amikor a Júliát bemutatták, egy édesanyád megnézte, akkor ugye hát az mégiscsak róla van mintázva az a főszereplő, hogy mit szól hozzá, akkor valami ilyesmit mondott, most nem tudom szó szerint mondani, hogy ez nagyon igaz és nagyon hazug. Minden szava Minden igazság. szava igaz és minden szava hazug. Igen. Hogy arra gondoltam most a kitelepítés fogadtatásakor, hogy minthogyha erre is állna ez a dolog. Tehát, hogy te hogyan tudod elfogadni vagy elviselni azt, hogy ez a regény mégiscsak rólad és a családodról szól, miközben mégiscsak egy regény, egy fikció, tehát egyszerre igaz és hazug. Már úgy értve, hogy a mondatai nem tényszerűen állnak, hanem fikciószerűen. Ez a mindenkori kortársnak a handicapje, Csaba. Mi a színházban szoktuk ezt mondani, és ebben azért sok igazság van, hogy az élő drámaírók okozzák a legnehezebb problémát egy szövegszínházra, színpadra állítása vonatkozásában. Én akkor azt szoktam mondani az élő drámaíróknak, és ezt alkalmazom a saját szövegeimmel szemben is, hogy amennyiben Shakespeare-rel szinte azt csináljuk, amit akarunk, akkor nagyobb lélekkel engedjük meg, hogy a mi szövegeinkkel is ez történjen. Na most a kortársi handicap micsoda? Az az
azonnali azonosítása a dolgoknak. Még csak néhány évre van szükség ahhoz, hogy ez a kortársi nézőpont és horizont eltűnjön, és akkor a regény a maga módján fog dolgozni. Én a mágián is azt fogom mondani, hogy a Raskolnikov nevű figura az maga Dosztojevszki a Bűn és bűnhődésben. A Raskolnikov azt jelenti, hogy szakadár, a Raskolnik Dosztojevszkit ez érdekelte. Ez a hit nem hit kérdés, az Isten hiány érdekelte, miközben szemlélte a világnak a borzalmait, a gyermekek szenvedése, mint olyan, amit állandóan fölvet a félkegyelmben, és stb. Tehát azt hiszem, hogy én úgy védekezem ez ellen, hogy én ezt nem kombinálom túl. Megértéssel fogadom, hogy azt mondják, hogy az az András, aki beszél, az én vagyok, vagy hogy egy szerelmi történet az az anyámé meg az apámé, és hogy megkérdezik, hogy volt erről szó a családban. Hát mi egy viszonylag egészséges családban éltünk. Apám azért nem mondta el azt, hogy hogyan vetkőztette el az anyámat, és hogyan öltöztette föl, de én értem ezeket a kérdéseket, és hát azt örömmel veszem, amikor azt tudom mondani, hogy amennyiben ennyire azonosítjuk ezt a könyvet a valósággal, akkor a művészeti aktust ne egy hétvégi aktusnak tekintsük, hanem egy velünk élő szervezetnek tekintsük, ami segít bennünket abban, hogy megértsük a magunkat, jobban megértsük a világot, amiben élünk, és radikálisabban visszautasítsuk a világban azt, amit fel kell ismernünk, és vissza kell utasítanunk. Tehát, hogy vegyük komolyan a műalkotások organikusabb jelenlétét a mindennapjainkban. Akkor most már nincs más hátra, mint hogy megkérjenek arra, hogy légy szíves, olvasd fel a második részletet, amit megbeszéltünk. Ugye a Semmire nincs szükségem fejezetnek az eleje. 250. oldal, segítek. Köszönöm szépen. Reggelre minden nyomot eltüntetett az éjszakai havazás. Égi madarakét, mezei vadakét, és a részegen randalírozó Livezánó őrnagyét, aki egész éjszaka nőt követelt magának, jogos jussát követelte. Nyilvántartása szerint ugyanis most a mi telepünk a soros felajánlani neki egy új nőt, de beérő kettővel is akár, ezt üvöltötte fájdalmas röhögése kíséretében. Előbb Nádi asszony követelte kitartóan a telepen, de Praporcescu ezredes égő csóvával a kezében kijött a barak elé, és petróleumot köpött a magasba tartott lángok közé, mire éles tűzcsóva szökött az égre, a testes hópehelyek között, olyan volt, mint egy lángpallos. Livezano elhallgatott. Praporcescu megismételte a mutatványt, majd visszament a barakjába. Akkor Livezano jobbnak látta, ha inkább anyán követelésébe fog. Júlia, kiáltotta rekedten, alkoholba áztatott szíve minden keserűségével. Ha volna Isten, szakadt ki az őrnagyból, bizonyosan szeretné a kommunistákat. Neki meg segítene nőhöz jutni, de nem segít, meg sem mozdul, amikor az egész Livezánú tetőtől talpig gyötri a fájdalmasan édes kangörcs. Na igen, ebből is világosan látszik, hogy nincs Isten, bákpulá. Amikor eljutott a szomorú tanúságig, vaktában lövöldözni kezdett, hát ha eltalálja azt a nincset. Júlia, hozzák Júliát a hivatalos barokba, próbálkozott ismét, nincs nála szebb osztrák nő a világon, kész megesküdni mindenre, ami szent, vezessék hozzá késlekedés nélkül. Júlia, Júlia, így ment ez hajnalig, mi alatt a barakok egyre kisebbek lettek, amíg végül, mint a méhkaptárokat, belette őket is a szűz hó. Mi nem aludtunk, a lányunk anyán kezét fogták két oldalról. A
A fiúk a kívülről beszűrődő gyanús neszekre figyeltek. Fülsüket hitő csend bomolygott a barakban. Hallani lehetett a szívdobogásokat és a véráramok finom zubogását, mintha testünk egy-egy mély vörös vízesést rejtene, vagy még inkább mennyasszony fájtlat idéző sejmes zuhadagot. Mindannyiunknak másképpen vert a szíve, anyánki a legfurcsábban. Előbb nyugtalanul kalimpált, majd elhallgatott, olyan sokáig, mintha nem akarna még egyszer megmozdulni. Nem hallom a szívedet, anya, fordultam hozzá. Aludj csak, ne félj, jött az automatikus válasz. Én meg egész testemben reszkedtem, nekem is össze-vissza kezdett venni a szívem, mintha egyszerre több irányból fújna az erős szél. Anyánk felszólítása üresen és hitetlenül kopogott. A ne félj nem azt jelentette, hogy Isten angyalai időben beavatkoznak és megszabadítanak minket ettől a vadállat livezánutól, akit Isten nem ártalott a maga képmására teremteni, hanem hogy teljességgel tehetetlenek vagyunk. A félelemnek sincs semmi értelme. Ha a részeg livezánó elszabadult a telepen, rendszerint Aurél vállalta, hogy velünk tölt az éjszakát, olyankor a bejárati ajtó elé rakott szalmát magának, hogy lehetőleg belebotoljon az őrnagy, ha ránk törne. De most nem volt velünk férfi. Nényu, a dobkályha előtt ült, megállás nélkül dobta a kocsányokat a tűzre. Ő forró vízzel tervezte a védekezést, ha már szurok nem állt a rendelkezésünkre, mint Egervára hős asszonyainak. Köszönöm szépen. Kedves András, nagyon köszönöm a beszélgetést, ennyi időnk volt. Mindenkinek javaslom, hogy olvassa el a kitelepítést, aki még nem olvasta el, nem fogja megbánni. Ez volt a Városmajor 48 alapítványnak a 32. beszélgetése. Egy hónap múlva folytatjuk új vendéggel. Viski Andrással beszélgettem. Köszönöm, András. Köszönöm szépen! Minden jót!